Egy őszinte beteg hatására értékelte át az orvos erkölcsi felelősségéről alkotott álláspontját Mórik Gyula. Az akkor több mint 40 kilogramnyi súlyfelesleggel küzdő sebész elindított egy internetes csoportot, melyben azóta is saját történetén keresztül igyekszik segíteni az embereket az életmódváltás megvalósításában. Az orvos a Nyíregyházi Bencsvilla vendége volt. Én kerestem 30 évig, tehát valószínűleg ott a hiba, hogy az ember rossz helyen keresi. Na most nehéz jó helyen keresni, ha valaki, akinek elvileg ez lenne a szakmája, hogy tudja, hogy az emberi test hogyan működik, ő sem találja. Úgyhogy nem csoda, ha valaki nem találja. Ez az egyik része a történésnek. A másik része, hogy nem azokra a dolgokra figyelünk, amire igazán fontos lenne figyelni. Azt gondoljuk, hogy mindegy, mit eszünk, a mennyiség a fontos, vagy talán még az sem, és azt ehetünk, azt vihetünk a szervezetünkbe, amit csak akarunk, és ez azért jól látszik, hogy egyáltalán nem így van. Szóval igazából nem döntően a mennyisége, vagy nem csak a mennyiséggel, hanem az ételek összetételével, az étkezés gyakoriságával, számos dologgal probléma van. A szakember közel 2 éven át étkezett az érvényes ajánlások szerint. A szigorú kalóriaszámlálást tetézte azzal, hogy havonta legalább 1200 kilométert kerékpározott. A komoly erőfeszítések azonban nem hozták meg a várt eredményt. Bár súlya csökkent, 22 hónap alatt 9 kilogrammot fogyott, betegségei és laboreredményei azonban egyáltalán nem javultak. A szakember végül maga kezdte kutatni az egészséges táplálkozás összefüggéseit. Az érvényes ajánlásokkal szögesen ellentétes terápiás étkezés hatására 9 hónap alatt 32 kilogrammot fogyott. Ez egy üdvözlendő mellékhatás. Tehát mind az, hogy én le tudtam tenni a magas vérnyomás gyógyszereimet, és nem a súlycsökkenésnek köszönhetővel, már jóval hamarabb le tudtam tenni, mint ahogy a súlyom csökkent. Hogy el tudtam hagyni a cukorbetegségrehez vezető utat, amelyen azért már elég jó tempóval járkáltam, hogy megszabadultam az ízületi fájdalmaimtól, autoimmunkórképektől. Ezek mind, és most olyan labor eredményeim vannak, mint utoljára 21 néhány éves koromban. A szakember azt is hangsúlyozta, aki krónikus betegséggel küzd, annak fontos a szakmai segítség az életmódváltásban.